Üdvözlök mindenkit újra a Burger Falodája csatornán, ahol pörköltet fogok készíteni. Elsőnek szükségünk van egy lábosra, amibe beletesszünk egy kis sertészsírt. Szépen olvadjon föl. Amikor felolvadt a zsír, berakjuk a hagymát, vörös hagymát. Ízlés szerint lehet többet, kevesebbet. Én nagyjából ennyit szoktam. Ebben a fázisában én beleteszek egy kis sót. Mesterem mondotta volt, a só megmarja, a bors megcsípi, és még ízletesebb lesz az alapunk. Amikor elkezd megpirulni a hagymánk, mehet rá agyből a hús. Ezzel szintén alaposan átforgatjuk. Ha kevés lenne a zsiradék, mindenféleképpen pótoljuk. Én most így is teszek. Ezt olajjal is el lehet készíteni. Így. Erre, már ebben a fázisában mehet egy kis só, egy kis kömény mag és némi bors. Nem túl sok, vagy egy kevéske, illetve a fokhagymát is ebben a fázisában teszem hozzá. Jelenleg krémet használok. Nem találtam jó fokhagyma lelő helyet. Esetleg valakinek van egy ötlete, hogy Pesten, Dél-Pesten hol lehet jó fokhagymát kapni, azt kérem írja meg. Hagyjuk, hogy levet engedjen. Gyakran kevergessük, bár azt szeretnénk, hogy lepiruljon, de inkább egységes legyen a hús, és majd utána. Emellett jelenleg vizet nem tanácsolok hozzáadni, mert akkor főni fog, és nem pörkölődni. Láthatjuk, szépen levet engedett. Ezt most el kell főznünk. Mondhat, ezt úgy jel, hogy lesütjük a zsírjára. Ebben a fázisában elkezdhetünk intenzívebben fűszerezni. Akkor nagyjából ilyen állapotú. Teszünk rá még egy kis vizet. És újra lefűzzük, lesütjük a zsírjára. Nem kell sokat tenni rá, éppen csak egy keveset, hogy gyorsan fölforjon, gyorsan elpárologjon. Figyelni kell rá, nehogy odaégjen. Pörköltünk, elérte ezt a fázist. Már lepörköltük másodjára. Én ekkor szoktam beletenni a paprikát, paradicsomot. Van, aki már a legelején beleteszi, tehát a hagymába. Én jobban szeretem ekkor. Egy kicsit így lecsósabb lesz. Hogy hogy is mondjam ezt szépen. Persze ez ízlések és pofonok. Erre szintén teszek egy kis sót. A paprika paradicsom belerakása után én nem szoktam bele folyadékot tenni. De ha nagyon azt tapasztaljuk, hogy elkezd leégni, akkor mindenféleképpen tegyünk bele egy nagyon-nagyon-nagyon keveset. Mert nagyon sok folyadékunk lesz később. Igazából most is ugyanazt fogjuk csinálni, mint a hagymánál. Lesütjük a zsírjára, felöntjük egy kis vízzel, lesütjük a zsírjára, és ezt addig folytatjuk, amíg hol nem lesz a húsunk. Az ételünk ilyen szépen levet fog engedni. Gyakran kevergessük, látjuk a paprika paradicsom elkezdett szépen feloldódni, hogy szépen mondjam. De erre én szívem szerint teszek egy kis vizet még, és ismételjük meg legalább még egyszer ezt a folyamatot. Nagyjából egy olyan fél órás művelet egyébként. Ha valakivel fölmerült volna az a kérdés, hogy miért nem az elején tettem bele a kömény magot, igazából az elején is be lehet rakni. Nem, itt úgy is zsírba főzzük, úgymond, lesütjük a zsírjára, így annyira nagy különbség talán mégse lesz. Mikor újra lesült a zsírjára, beletehetjük a piros paprikát. Lejjebb veszem a fűtést, szépen elkeverjük.
lehet, hogy majd még teszünk bele. Elsőre ez így jónak néz ki. Javaslán teszünk bele egy kis folyadékot, hogy túlzottan oda kapja, és mehet visszafúrra a gáz. Megint ugyanazt tudjuk csinálni, felforraljuk, lefőzzük a zsírjára. Ha elérkeztünk a pörköltünk ezen fázisához, jó párszor föl lett öntve és vissza lett sűrítve, le lett főzve róla a szak. Látjuk, hogy most elég kevés van rajta. A húsunk egyébként majdnem jó. Még egy nagyon pici kell neki. De a szaftunk tulajdonképpen készen van, úgyhogy már nincs értelme ennek a fölöntöm lesütőmnek. Úgyhogy tegyünk bele egy kis vizet, majd fedjük le. És így folytassuk a főzést, és sokkal hamarabb meg lesz. A tetejére szórjunk egy kis piros paprikát pluszba. És ne is keverjük el. Hagyjuk egy darabig így, szépen lassan ő magának ki fogja oldani a színét, és még szebb lesz a pörköltünk. Senkit ne tévesszem meg, hogy narancssárgás színt lát, ez csupán a fényviszonyok miatt van, én a gyönyörű szép piros pörköltöt látok. Amikor visszasűrűsödött, és a piros paprikánk is szépen feloldódott, még egyszer visszafőzzük a levét egy kicsit, hogy legyen azért szaftja. Mindenféleképpen megkóstoljuk még egyszer, hogy finom-e. Ha finom, a húsunk puha, akkor tulajdonképpen készen vagyunk. Rizssel, tarhonyával kiváló, mindkettő receptje megtalálható a csatornán, és természetesen másfajta tésztával is. Esetleg kuszkusszal. Savanyúságnak én a csemegőborkát szeretem. Jó étvágyat!